Jó reggelt kívánok mindenkinek! Június 25-én kedreggel, gyönyörű szép napos reggel, van olyan 18 fok körüli hőmérséklet, föl fog ez máma menni olyan 27-28 fokra, ami magyar viszonyok között, ha egy 10 fokot hozzá kell tenni, mert a páratartalom miatt a hőérzet 10 fokkal mindig magasabb. Mondjuk ez igaz, mondjuk ez egy olyan 25 fok fölött igaz csak. Alatt azért nem annyira, tehát ha itt 2 fok van, akkor azt nem érzed 12-nek, de hogyha 27 fok van, azt már 37-nek érzed itten. Ez tény. Valószínű azt a zavukmámot be kell levelnem, azt a pár zavut. Aztán valami betonozás is lesz. Mindegy. Úgyhogy ez van egy hirtelenjében. Belefutottam egy nagyon érdekes dologba, erről már sokszor beszéltem régebbi videókban, de most megint belefutottam bele. Egy lengyel, Magyarországon élő, nagyon jól beszélő, magyarul nagyon jól beszélő lengyel csajnak van valami Instagram oldala, és az ételekről volt szó, többek között a pörköltről. És a hozzászólások között kérdezi valaki, hogy mi különbség a pörkölt és a paprikás között. És én odaírtam, hogy hát a pörkölt az vörös húsokból készül, pörkölik, míg a paprikás az fehér húsokból készül, és más az elkészítés eljárás. Gyakorlatilag ennyi a különbség, így röviden. Vörös húsokból lehet pörköltet csinálni, meg paprikást, fehér húsokból csak paprikást. És odaír nekem valaki, hogy nem ez a különbség, hanem ugyanúgy készül a pörkölt és már a paprikás, és az a különbség, hogy tejföl van a paprikásban. Hát mondom, ekkora baromságot, ökörséget azért ritkán olvas az ember. Hát járjuk körbe egy kicsit ezt a témát. A magyar háziasszonyoknak, ne üssed már, a magyar háziasszonyok, ha azt mondja, hogy pörköltet csinál, 99%-ban paprikást csinálnak. Ugye hagyományos elkezdés mód, megdíszeljük a hagymát, ráteszünk a piros paprikát, rámegy a kockárvágott vagy feldarabolt csirke, kockárvágott mondjuk marhahús, disznóhús, vagy feldarabolt csirke, teljesen mindegy, és felöntjük vízzel, és megfőzzük. Ez a hagyományos magyar pörkölt készítési mód, ami alapjában egy paprikás. Ez a paprikás. A pörkölt teljesen másképpen készül. Ott megpörköljük a vörös húsról beszélünk, tehát a disznóhúst, marhahúst, birkahúst megpörköljük. Addig forgatjuk, amíg egy pörk réteget kap a hús. Saját leveltereszt, és utána tesszük bele a megdisztelt hagymát, a zsíron megdisztelt, vagy zsíron vagy olajon megdisztelt hagymát, abba belekeverjük a pörös paprikát, és akkor tesszük bele a pörköltbe. Mikor meg lett pörköltve a hús? Egyébként, ha nem enged elég levet, akkor kell hozzá egy kis vizet tenni, hiszen szárazon a paprikát kell félteni, mert a paprika megég. Tehát a paprika csak úgy tud összefőni a hússal, hogyha lébe van, mert ha nincs lében, akkor ott meg fog égni, az egyszer biztos. Tehát annak kell valamennyire, hogy ott saját egymaga ereszti a levet, vagy nem, de a pörkölés az mindenképpen megelőzi az egészet, és ezért pörkölt. Na most próbáljon valaki pörkölni mondjuk egy halat. Kockára vágja a halat, elkezdik, mert az folyamatos kevergetés már kell pörkölni, mert nem kevergeted, leég, leragad. Van? Akkor abba hagyom, majd folytatom.
el! Le! Szóval ott tartottam, hogy próbáljon valaki halhúst pörkölni. Várja fel kockára, keverdesse pörkölésig. Szarván fog esni, szétesik ilyen pépé. Oda fog érni, oda fog ragadni, oda fog kozmálni. A csirkehús meg a nyúlhús mondjuk nem, mert az kötöttebb, de az is oda ragad. Szóval hagyjuk már ezt a hülyet, mert vörös húsokat lehet pörkölni. És később teszük hozzá, amikor már levetereztet, akkor teszük hozzá a dinsztált hagymába a belekevert paprikát. Ez ilyen egyszerű. Az, hogy ahogy a paprikást azt a tejfölre leszik, vagy nem tejfölre leszik, ez két különböző étel. Van a paprikás, meg van a tejfölös paprikás. Hogy ezt behabarják egy és liszttel összekeverik mondjuk a tejfölt, és beleteszik főzésnek a végén, vagy valaki a tányéron teszi bele tejfölt, lényegtelen. Van a paprikás, meg van a tejfölös paprikás. Ennyi. ez az egésznek a lényege. De nem is értem egyébként, hogy utána kell nézni a szakáskönyvekbe. Hát ki kell nyitni a szakáskönyvet, meg kell nézni a Google-t, Google barátod, és akkor utána aztán lehet majd reklamálni. A pörtlőt és a paprikás két különböző étel. Az egy dolog, hogy a magyar háziasszonyok paprikás csinálnak pörkölt helyett. Az egy dolog, annak nevezik. De hát ez más sétlenül is így van, külföldön a gulyás, a pörköltet gulyásnak nevezik. Megyek, barátom. Thank you.
de mi lesz, ha el nem baszom? The same as this dude. Okay.
próbáljunk egy kis reggelit betolni. Talán jó lesz, nem esik, nem esik ki talán. Különösebben nem hoztam megint, megismétlődik a múlt heti reggelinek a... metódusa megismétlődik. Hal, rántott hal. Azt el tudom bontani. Még meleg egyébként, pedig már régen. Még annyit fűznék hozzá a pörköltes témához, ha már itt vagyunk, hogy van egy, nekem 8 évben most általánosan tanították, van egy könyv, az a címe, Tersáncsi Józsi Jenő írta, Legenda a nyúlpaprikásról. Nem a nyúlpörköltről, a nyúlpaprikásról. A harcsapaprikás túlócsúszával így van a szakácskönyvben, és nem úgy van írva, hogy harcsapörkölt túlócsúszával. Ezek nem véletlen vannak így. Milyen hal ez? Fehér hal az a neve, whitefish. Fogalmam sincs, hogy néz ki a whitefish. Valami tengeri hal. Nagyon finom, szép fehér húsa van, száraz, de nem nagyon száraz. Van hegyszerűség. Baloldali sajtó ezerrel mentereti Magyar Pétert a botrányos viselkedése miatt. Lassan már utcai harcos lesz belőle, majd egy keménytökű kocsmai duhaj lesz belőle, meg így kell ezt a magyarnak csinálni, így kell lazulni. Én nem tudom, hogy hogy van, én rosszul vagyok bekötve, mert olyan állapotban, mint a Magyar Péter, kérdezemben kétszer voltam, és a két fiam született. Már pedig az egyik az 38 éves, a másik meg 19 éves. Tehát ez nem mostanában volt. Én elhiszem azt, hogy az alkohol segít elazulni. Én nem tudom, ezt nem, én nem látom a pozitív élményt benne. Én csak addig tudok vinni, amíg érzem, amíg el nem kezdem érezni a fejembe. Abban a pillanatban, hogy elkezdem érezni a fejembe, abba kell hagynom a piálást. Mondom, én rosszul vagy bekötve, én ezt nem ismerem ezt a... Lehet, hogy rám mondani, hogy nem tudok ellazulni. Minden lehet rám mondani. De... Nem azt mondom, hogy elítélem azt, ha valaki berúgik. Pocsol része magát, néha. Nyilván az alkoholizmust elítélem. De... Néha valaki tajtészre vissza magát, nem ítélem, és én nem értem meg. Nekem ez idegen. Nekem ez idegen. Állítólag az alkoholizmusnak a génje az alkoholizmusnak is egy hajlamosító génje van, és
azonban az emberben van benne az a gén, akik egy lerészegedés után másnap is tudnak inni. Magyarul kutyaharapás szőrével gyógyítanak, és erre képesek. Mert sem vagyok képes, mert én amikor berúgtam annak idején, én utána fél évig, legalább fél évig rá sem tudtam nézni a piára. Nem, hogy meg így egy poltyat is. Legalább fél évig. Ami érdekes, mert az én családomnak a felmenet között azért volt néhány arpaburák. Még azt sem mondtam, hogy kevés. Mindenféle nem örököltem valahogy. De mindegy. Az, hogy ilyen eredményt ért el, és itt megpróbálom megvilágítani másképpen, hogy mi történt, hogy miért van ez. Elmondom. A Fidesz beleesett abba a hibába most, a Fidesz lakány médiája, beleesett abba a hibába, hogy a szavazókat hibáztatja. Ilyen hülyék, olyan hülyék. Elnéznek minden csatagot. És nem jönnek arra, hogy a Fidesz vette oda a karjaiba Magyar Péternek. 1.300.000 szavazott a karjaiba lökött. Mi volt ez a folyamat? 2010-ben hatalomra került a Fidesz, és az emberek derékig álltak a posványban. Nem akar durván szót használni, majd a posványnál. Derékig álltak. 2010-ben. 10 év alatt a Fidesz levitt ennek a posványnak a szintjét bokáig. Az első 10 évben. Szép lassan, de levitte. A következő 3 évben felemelt a nyakukig. Szó szerint a nyakukig emelte fel, és még annál is, hogy az ember már felfelé tartják a fejüket, hogy bele ne fulladjanak. Posványba. Itt a Fidesz az utóbbi évben megállította a posvány emelkedését. Azt megállította, sikeresen. Mert az ember ezt nem úgy fogják fel, hogy most azért szavazott a Fideszre, mert nem hagyott belefulladni a posványba, hanem azt mondják, hogy azért nem szavazok rájuk, mert engedték ideig felemelkedni a posványt. Ugye? Nézőpont kérdése. Oké, hogy nem fulladtam bele, de alig kapott levegőt és fuldoklok. Holott volt ez már a bokra szinten is. Na itt van. Kb. Ez történt például. És megvan a sértetve. Egy nagyon erős kormányzati sértettség érződik. De miért? Amúgy is nagy támogatottságról, miért nem még nagyobb? Hát már elkúrtátok, barátaim. Nem kicsit, nagyon.
amire még kíváncsi leszel igazából, az Magyar Péter a stábja. Kiket gyűjt maga köré. Most, hogy mit akar? Hogy áll a háborúhoz, migránskérdéshez, az LMBTQ-hoz? Azért érdekes ez a kérdés, hiszen bármikor mond valamit, és holnap az ellenkezőjét. Ugye azt mondta, hogy ő nem fog a politikai közelébe sem menni. Közelébe ment. Ő nem fog kimenni az Európai Parlamentbe semmilyen körülmények között. Kiment. Tehát a szava hihetősége minimum megkérdőjelezhető. Szép húsak lehet a halak, de finom is. Finom halak. Volt az a téma, hogy Magyarországon valahol Zala megyében építenek egy óriási nagy lazac tenyésztő farmot. A lazac hús fognak előállítani. Nem tudom, hogy mi lehet belőle, hogy megvalósult a terv, vagy nem. Ezt nem tudom. Hogy egyre nagyobb igény van a lazacúsra állítólag. Ez a 4 szelet hús egyébként, ez nem kevés. Nem látom, hogy a súlyát nem látom. Ez a 4 nagy szelet hús, bepanírozva, konyhakészen, ez olyan 1500 forint magyar pénzben. Írta valaki, hogy 2010-ben az autók átlagértéke 10 év volt, most pedig 17 év. Ez mindenképpen tükröz valamit. Ez egy nagyon-nagyon beszédes adat. Ez sok mindent elmond. A 17 éves átlag élettől az valami elképesztően rossz arány. Valami elképesztően rossz arány. Az, hogy nekünk az uniós
utolsó helyért a románokra és a bulgárokra kell fej-fej mellett küzdve harcolnunk, hogy ki legyen az utolsó. Ez valami egészen döbbenetes. Na. Ez jó volt. Azt, hogy nem tudunk előrelépni, és ilyenekre vagyunk egy sorba, mint Bulgár és Románia, azért ez nem is értem. És közben, beáramlott az országba valami elképesztő mennyiségű EU-s pénz. Iszonyatos beruházások, autógyárak, összeszerelő gumigyár, akkumulátorgyárak. Tehát óriási tőke áramlik be az országba, a munkanélkül sikeresen meg van szüntetve, sőt már vendégmunkások kellenek. És közben szegényednek el az emberek. Egy nagyon-nagyon jelentős réteg van, amely csúszik lefelé és szegényedik el. Valami elképesztő, hihetetlen. Komolyan mondom, hogy nem is értem. És nem lehet azzal magyarázni, hogy mindent ellopnak. Egyébként nem lehet ellopni. Ez hülyeség. Hát az a baloldal sikeresen felépítette azt a ostoba propagandáját, hogy a tolvaj Fidesz, és az egész Kárpát-medence ez attól visszhangzik, hogy tolvaj Fidesz. És az, hogy a termelőeszközök kinek a birtokába kerülnek, és hogy van néhány milliárdos Magyarországon, ez a gazdasági teljesítményhez, az ország gazdasági teljesítményhez a hangyakasszának pattanás. Körülbelül. Az egész korrupció, mert ugye korrupció az is, ha megcsinálják egy állami megrendelést túlárazva, az is korrupció, meg az is korrupció, hogyha irányítottan nyer meg valaki egy versenytárgyalást. De ha megnyer irányítottan egy versenytárgyalást, az azt jelenti, hogy van munkája, és munkát ad az embereknek. Az egy dolog, hogy mennyi kasszál róla, de mégiscsak valami munkát ad az embereknek. És épül valami, és valami épül. Mindegy, miről beszélünk, lehet ezt simán tolvajlásra nevezni, de az, amennyi oda beáramlott pénz, annak a töredéke sem lett szó szerint ellopva. Még a 0,000% sem. Itt lehetne még a nullákat fokozni. Nyilván irritálja az embereket a kiemelkedő gazdaság, tehát pláne akkor irritálja, hogyha ők meg szegényednek el. Mert addig nem irritál senkit, amíg jól él, addig senkit nem irritál. Akkor irritál, hogyha szarul él. Lőttél kutyát nevédektől, kinek mennyi van, meg milyen van. Ha nekem is megvan az, amit mondjuk egy kispolgári, középszintű élethez elég. Azért jöttem el Magyarországról, mert úgy láttam, hogy 30 év szakmai gyakorlat és egy viszonylag jó teljesítmény után szarért, hogy én dolgozok. Ezért jöttem el. Csúsztam lefelé, szegényedtem el, valamit lépni kellett. Várjuk a csodára? Hát más se csináltam abban az időben, 40 éves koromig, más se csináltam
mint hogy vártam a csodára, és mindig azt mondták, hogy hát várjál még egy kicsit, majd jobb lesz. Soha nem lett jobb. Ma jobb lesz, de hogy lett jobb? Ez is a szarom lett. Kijöttem ide, itt sem gazdolottam meg. Hát nem gazdolottam, de jól élek? Hát torony magasan jobban élek, mint Magyarországon. Csak ennyit találtam, hogy hirtelen mondani. Beemeltem néhány zsalut. Azt ennyi egyelőre. Majd lesz valami.